egy vesztett csata után mindenki mente az életét, tehát napokig egymásról sem tudnak az emberek. Tehát nem lehet tudni azt, hogy mi lett a királlyal. A török forrásokban maga Szulejmán naplója is megjegyzi azt, hogy két napig álltak és keresték a királyt. Ugye két embert keres Szulejmán, a csata után az egyik a Tomoripál, ő meg is lesz, ugye a fejét Póznára a szultáni sátor elé teszik, másik pedig ugye a magyar király, második Lajos. A barát állítólag az elsősorban esettel vitézül küzdve, törzséről levágott fejét dárdára szúrva, másnap diadalmasan hordozták körül az ellenség táborában. A csatát követő napon a fogjul esettek közül 1500-at, köztük a főurak nagy részét körbeállítva, a győztes sereg szeme láttára lefejeztek. Józan paraszt észre próbáljuk végiggondolni, akkor alapvetően másik Lajos halála egy lovas baleset. Egy klasszikus lovas baleset, ugye fáradtan, valószínűleg van olyan forrás, ahol sebesültként beleesett a vízbe. Ez az egyik verzió. Igen ám, de vannak olyan árulkodó nyomok, illetve problémás részek, miszerint kitemette el másik Lajost legelőször. A források alapján nagyon úgy tűnik, mert hiszem, hogy elhantolva találták meg? Így van, és ez a problémának a másik része, ugye október elején Mária királyné a férje holtteste felkutatására egy katonai expedíciót indít, amiben részt vett Cetric Ulrik, ugye a királyi kamarás, és Sárfi Ferenc győri várparancsnok. Ezek közül csak egy volt ott a... Így van, pontosan. A Lajos halálánál, Cetric Ulrik. Így van, pontosan. Az ő elmondása alapján próbálják megtalálni azt a helyet, ahol Lajos a vízbe fulladt, de ezt nem találják meg, de találnak egy frissen hantolt sírt, valószínűleg jó magas lehet, mert legalább 12-en próbálják széjjel kapirkálni, amikor előkerül Lajosnak a földi maradványai. És később egy 1527-es királyi oklevélből tudjuk, hogy valószínűleg környékbeli halászok, Mohács környéki halászok megtalálták a holttestet valószínűleg a csata után egy-két nappal, levetköztették, eltüntették a királyi attribútumait, tehát a ruházat, sisak, stb. Egyértelmű, ugye ez alapján, tehát nem személyigazolvány alapján, hanem öltözék alapján keresték a királyt elsősorban, és eltemették Lajost. És itt jön a következő a probléma, ezt akkor nem tudják, de megtalálják a holttestet, és Cetric Ulrik az, aki azonosítja, vagy feltételezzük, helyesen azonosítja az ott megtalált holttestet. És itt két momentum van, az egyik a fog, a másik pedig a láb. Az egyik legfontosabb az, hogy ki tudja azonosítani a királyt. Egy királyi kamarás tudja azonosítani, ő ismeri Lajost méghozzá egészen intim szinten, erről maradtak fönt források a 20-as évekből, hogy Lajos szeretett mezítelenül sétálni a palotában, ennek megfelelően egy királyi kamarás is pontosan ismerhette. Egyébként ez fontos az azonosítás miatt, mert ugye már említettem... De volt a testi hibája, Igen, tehát hogy lehetséges, hogy vagy egy lovas baleset, vagy születési rendellenesség, tehát olyan elemei lehettek a testének, ami a lehetővé tette az azonosítást. Mit kérdeznél és kitől, hogyha ha vissza tudnál menni az időben, vagy hogyha ide tudnánk hozni bármelyik személyiséget, aki részt vett a csatában, vagy a csata környékén történő eseményekben? Azt hiszem mindenképpen, Cetric Ulrikot. Tehát az első kérdésem az lenne, hogy mi történt a királlyal. Most tényleg mesélj el részletesen, attól a pillanattól kezdve, amikor elindulnak kimenteni. És megkérdezném tőle, hogy pontosan mi alapján ismerte föl Lajos. Tehát ezt részletezze nekem, hogy mi volt a lábán az a seb, és mi volt a fogaival a probléma. És azt gondolod, Gábor, hogy neked az igazat mondanál? Attól függ, milyen pozícióban vagyok. Hogyha én vagyok a kancellár, vagy mondjuk Ferdinánd azért nem szeretnék lenni, de hogyha én lennék a kancellár, azért és ott lenne mellettem két kardos vitéz, akkor lehet, hogy megmondaná az igazat.